csipkefüggöny van a hátsó ablakokon, mágnes van a kormányoszlopban, hogy menet közben ne zörögjenek a kulcsai. Japán egyetlen sorozatgyártású V12-je, amivel maga a japán császár is utazik. Néhány elemében kézzel formázott 5,27 méteres kaszni, a top, nincsennél feljebb, minden luxust felvonultat. Szinte hang nélkül járó, 5000 köbcentis 12 hengeres motor, 5 kipufogó dob. Áll a százas! Jár a motor, áll a százas! Hölgyeim és uraim, a japán luxus mérőfoka a Toyota Century. A gyár bejárata fölött szerényen mi van kiírva? A világ legjobb autója. Azt ugye mindenki tudta, hogy a Toyota fölött van a Lexus. Lexus fölött is lenne valami? Igen, ő. Típust 1967 őszén mutatták be a gyáralapító Sakichi Toyoda 100. születésnapjának tiszteletére, innen a név is, mint Centurium vagy százas évforduló. Ez az egyetlen japán autó, amit kimondottan sofőrös kocsinak terveztek, de nem itt van a kormány, hanem a másik oldalon. Hallod ezt a tompa nyílást? Figyelj, hogy becsukódik. Hát, ez hihetetlen. Mivel a góré, vagy adott esetben a császár helye bal hátul van, bár az összes ajtó gyönyörűen csukódik, egyik sem rásegítéses, viszont a bal hátsó ajtó szerós. Ez az a fajta cucc, aminek már az érintéséből érzed, hogy egy minőségi, jól összerakott autóval van dolgod, nehéz kocsi, nehéz ajtóval, mégis iszonyatosan könnyen és gyönyörű hanggal csukódik. Masszív, krómozott kilincsek, ami fémnek látszik, az fém is. Az alján végigfutó, ez nem csak műanyag léc, ami le van krómozva, ez tiszta fém, ez full króm. Ugyanígy belül, ez is krómos. Ablaktörlőket nem látsz, mert a szélzaj csökkentése érdekében elrejtették őket a motorháztető íve alá. Hogy a nagyvállalatok és a Szigetország vezetői miért választották és választják mai napig a Toyota luxus autóját egy angol vagy egy német prémium autó helyett? Politikusok, az uralkodó család és a felső 10 000 használja, akik nem akarják, hogy feltűnősködő, magamutogató import autókban lássák őket, egy hagyománytisztelő és hazai járművel akarnak közlekedni. Maga a Toyota gyár sem akarta, hogy státuszszimbólumként tekintsenek rá, ne azért akarjon valaki ilyen autóban ülni, hogy majd az utca embere féltékeny irigységgel bámulja, hanem legyen a megbecsülten, sokat dolgozó és ezáltal gazdaggá lett ember sikerének a gyümölcse, amely konzervatív formájával nem polgárpukkasztó, viszont minden lehetséges kényelmet és luxust megad. És ez a gondolkodás Japánban valahogy bejött. Nem mehettél be csak úgy egy Toyota szalomba, hogy rendelj magadnak egy ilyet újonnan. Nagy vállalatnak, vállalatvezetőjének, kormányzati szervnek, kormányzati tisztviselőnek, vagy diplomatának kellett lenned ahhoz, hogy egyáltalán vásárlási opciód legyen. A Century-t újonnan kizárólag Japánba és Japánnak gyártották. Ezért csak állami megrendelés esetén exportálták más országokba. Emiatt úgy teszik, hogy olyan 100 körül lehet azoknak a száma, amelyikben baloldalon van a kormány. A világon összesen 4 ember létezik, akik megfelelő képesítéssel rendelkeznek ahhoz, hogy ezeket az autókat egy 6 hónapos képzés után fényezhessék. Ugyanis a fényezése 7 rétegből áll. Normál autóké 4, mely fényezésnek a legvégső eleme egy fényes lakréteg. A C-oszlop tükörfényes mi voltának a gyárban külön figyelmet szentelnek. Mondom miért. A gyár úgy tekinti, hogy az autóban itt bal hátul utazó prominens személy nyilvánosságra való kilépés előtti utolsó mencsvára a C-oszlop lehet, amely C-oszlopban, ha elég fényes, akkor tudja még utoljára ellenőrizni a nyakkendőjét, megigazítani a frizuráját, és sokkal nagyobb magabiztossággal integetve elindulni a hívei felé. Az autó elemeinek végső formáját kialakító, az íveket és ezeket az éleket megformázó, majd csiszolgató szakember, nem mondom, hogy külön állatfaj, de
ökofók. Ők azok, akik más Toyotákon évtizedekig dolgoznak kiváló minősítéssel, csak ezután pályázhatják meg a Century Master Technician, tehát a mesterszerelő képzést, amikor eléggé képzettnek minősítik őket, hogy dolgozhassanak az autón, megkapják a személyre szabott készletüket, melyben minden egyes szerszám adott dolgozó keze méretére van szabva. Bolondok mi? A fényezés előtt álló még üres kasznin a két ajtó magassága direkt nincsen egymással vonalban, mert a belső tér elemei, ajtókárpit, ablakemelők, üvegek, a lehető legjobb minőségű cuccok, ezáltal a súlyuk jelentős. Ezeket beleszámolják, így a már készre szerelt ajtót a benne lévő tartozékok súlya fogja a végső helyére húzni, és úgy lesz pontosan szintben. Akár hiszed, akár nem, ez a kárpit, mármint ez a bársonyos, plüssös, ilyen nagyon puha anyag, ez az extrábbik felszereltséghez tartozik. Gyengébben felszereltekben persze lehetett bőrt is kap. A Toyotánál úgy gondolták, a bőr, ha beleülsz, nyikorog, nyöszörög, ahogy mozdul az autó, úgy nyiszog, van hangja, na. És ők a világ legcsendesebb autóját akarták megépíteni, ezért a legextrább felszereltségben a hangtalan, plüssös, bársonyos, na ez a cucc van. A csipke függöny valóban függöny, és valóban csipke is, belátáskorlátozó. Olvastam olyat, hogy ebben a modellben ugyan kézzel működnek, de állítólag van egy ennél extrásabb felszereltség is, ahol ez is motorral működik. Már birizgálja a fantáziámat, elvileg a kormány alatt van a gomb, menjünk már előre. És itt van a varázsgomb, mutatom, mit kezel. A Nemzeti Színházba lement a függöny, szevasz! A nagymama csipketerítője, amit az ülések hátoldalán látsz, meg a könyöklő is szépen be van vele vonva, valójában ülésvédők, amik egyébként japán autókban nem ismeretlen fogalmak. Én taxikban láttam sokat ilyet. És ha már itt ülünk hátul, talán húzzuk be azt a csipkefüggönyt, hogy a jó nép ne lásson be. Ennyi! Fólia! Lejárt lemez! A két első ülés között egy elsőre könyöklőnek tűnő képződményt találsz, ami szépen be van volva bőrrel, a tetején fabetétben ül kettő darab szellőző rostély, le tudod nyitni, és egy gyönyörű fabetéten kettő darab pohártartót találsz, itt pedig egy képernyő, és nehogy azt hiddám, hogy középkonzol szinten a luxusnak vége szakad, ugyanis alatta egy DVD lejátszott természetesen Toyota felirattal, és egy kis RCA csatlakozóval, vagy akár fülhallgatóval is tud használni. Talán nem kell mondanom, hogy a hátsó ülésből is nyílik egy könyöklő, amit kinyitva ugyancsak tárolórekesz, itt vannak az ülésállításnak a gombjai, mindenféle pozícióban, előre, hátra, jobbra, balra tudod állítani az ülést, tekerő gombbal az ülés hűtést tudod szabályozni. És csak a hátsó üléseken. A sofőr nem kapott ám ilyet, ő neki csak fűtése volt. Most jöjjön a kényelem és a luxus csúcsa. A mai modern autókban találsz hátrafelé motorozó üléseket, hogy kényelmesebben tudjon ülni az igazgató vagy a hátsó utas. Itt nem ez volt a megoldás. Ugyanis a bal első ülés támláját egy mozdulattal ki tudod lukasztani. Kukucs. Ezzel a megoldással tehát a főnök kényelmesen elfeküdhet, kinyújtóztathatja a milliós profitok termelésében elfáradt lábait. Ilyenkor mondjuk jól jön, hogy az autó jobb kormány, hiszen a kényelem miatt ki akarná hátba rúgni szegény sofőrt. A vezetőülésbe beszállva a Toyotásoknak ismerős kormány fogad, a kulcs ismerős lehet, persze a logó kivételével. Teljesen digitális műszerfal vigyorog ránk, a mutatós az semmi más, mint a vízhőmérséklet és az üzemanyag, a motor fordulatszámát is, a sebességet is digitálisan mutatja. Nem túl bonyolult, de igazából nem is az a célja. Navigáció kijelzőt kaptunk ide középre, bár tudnám ezeket értelmezni, gondolom ezek a kezelőgombjai a navigációnak, alatta a klímavezérlőnk van, digit klímánk van jobboldali, baloldali, itt pedig a rádió. A váltókar az egy az egybe ugyanaz, mint a Lexusé meg a Toyotáé ebből az évjáratból. Ez a gomb, ez figyeld, viszi a mellettem lévőt, hogy a főnöknek hátul nagyobb legyen a hely. Ez igen.
Egy szép elhúzhatós tárolórekeszünk van. A hajtókárpitok ugyanazzal a finom, bársonyos, plüsszerű anyaggal vannak bevonva, mint az ülések. Jó megfogni. Átmegyek ide a másik oldalra, és nézd meg, hogy az ajtókárpiton, itt is ugye ablakemelő, meg ülésgomba. Nézd meg ezt a bőrt, hogy ez egy használt autó. Ez a kilincs. Még a kilincsben is fabetét van. Ezt mondtam a külsejénél. Ami fémnek tűnik, az tényleg fém. Ez egy hamutartót takar, de a végén van egy kis ellenállási pontja, és... Hallod a hangját, ahogy vissza? Hát, figyelj! A sofőr oldali ajtón számtalan gomb található, amit ha ügyes vagy megint csak a japán nyelven, akkor biztos, hogy el tudod mondani, hogy micsodák. Ez az én ablakom. Az első generáció 1967 és 1997 között 30 évig volt gyártásban. Ez alatt a limuzin kaszni, a szedán forma gyakorlatilag nem változott. A karosszéria mindig is lépcsős hátú szedán forma volt, amely a Toyota Crown-nak a platformjára épült, de az elején nem volt ekkora. A motorokon a 30 év alatt azért több változás is történt. Ami különleges, hogy az amerikai autókból ismert hemi, tehát hemiszférikus vagy félgömb alakú égéstérrel rendelkező motorokat kapott, az első induláskor 67-ben egy 3000 köbcentis V8-as volt 150 lóerővel, ezt aztán később módosították 3-4-re, a leköszönő 97-es modell egy 4000-es V8-assal búcsúzott. Az eladások a 80-as évek közepe felé duplázódtak, és ezzel nőtt a vásárlói réteg nem csak anyagi helyzete, de a kényelemre való igénye is, ezért 89-ben a kaszni hosszúságát megtoldották egy 60 centivel. Így született meg a Century Limousine, amely az akkori hiper, super, über, giga, luxus csúcsszedán, a Rolls-Royce Silver Spirit babériaira tört, nem csak luxusban és felszereltségben, hanem immár a méreteiben is. A legújabb harmadik generációs modellben, amely 2018 óta kapható, már egy 5000-es V8-as hibrid motor dolgozik, ugyanaz, mint a Lexusokban van, amely jármű gyártási darabszámát egyébként évi 50 darabra korlátozták. A császár az uralkodói család a mai napig ezzel jár, az új ára olyan 160 ezer dollár környékén van, 55-60 millió forint. Én viszont ma önöknek, agázódunk, mert ez ilyen uralkodós epizód, önöknek az egyetlen sorozatban gyártott V12-es modellt hoztam el, a második generációt, csak ebben volt 12 henger, sem előtte, sem utána, semmilyen más japán autóban. Ő, hadd pontosítsak, ormotoros, hátsó kerékhajtású, szériagyártású japán autó. 97 áprilisában érkezett meg a második generációs modell, amely kinézetében hasonlított azért az elődjére. A nagy különbség a motorháztető alatt volt, ugyanis az erőforrása az 1GZFE kódnevű 5 literes V12. Akit engedd meg, hogy közelről bemutassak neked, íme a szív, amely Japánban 276, az export modellekben 295 lóerőt tudott. Mondhatnád, hogy nem egy erőgép, hiszen 290 lóerőt manapság már egy V6-osból vagy egy V6 turbóból is kihoznak, de itt nem is ez volt a lényeg. Ez a motor az autó egész szellemiségéhez illeszkedően nem arra van kihegyezve, hogy baromi gyorsan, nagy lendülettel, legyorsuljál mindenkit, kaparó kerekekkel induljál, ez nem erről szól. Azért választották ezt a V12-t, mert a Toyotának az volt a célja, hogy a legcsendesebben, legfinomabban, leghalkabb járású motor tudják beletenni az autóba, ezáltal is a luxust és a kényelem érzetet növelve. Mindehhez egy 6-sebességes automata váltó társul, a 2008 előttiekben 4-sebességes volt. Most így ránézésre, ha levenném a hangot, meggondolnád, hogy működik? Százas teszt, százas teszt! Ha? Áll a százas! Jár a motor, áll a százas! Toyota jelet sehol nem látsz, a Century-nek ugyanis külön jel jár. Az első ránézésre egy ilyen nagy talpú, 46-os lábú aranyszínű kakas, de egyébként nem. Hivatalosan ez egy japán mitológiai lény, az aranyfőnix. Vannak, akik azt a nézetet osztják, hogy ez utal az uralkodó családra is,
Én meg nem értek hozzá. Ő megjelenik még a kerekeken is, itt éppen fejen áll, és az autó hátulján a felirat alatt. De a luxus igazán nem lenne luxus, ha nem lenne mindenből több, vagy legalább kettő, úgyhogy egy másik emblémánk is van, egy ilyen nagyon szép kalligráfiával megcsinált C betű. Őt láthatod a motorháztető közepén, rögtön a hűtőrács felett, és a C-oszlopon, ahol egy ilyen nagyon lájtosan, nagyon visszafogottan megjelenik alatta a V12 is. Az autó motorizáltságára ezen az egy pici V12-n kívül a külsején semmi nem utal. Elsőre talán különösnek tűnhet a visszapillantó tükrök sárvédő közepén történő elhelyezése. Nekünk talán a régmúltból a lakókocsikat húzó NSK turisták póttükrös autói juthatnak róla eszünkbe, de Japánban egyébként ez egy megszokott megoldás volt. Több Datsun és Nissan modellen is alkalmazták. Az, hogy milyen vele látni, azt a próbautón majd megnézzük. Külön kérésre egyébként ezeket a tükröket lehetett rendelni a normál elhelyezésben is, tehát ide, ahol mi szoktuk meg. A csomagtartó gombbal nyílik, de nem elektromosan mozog. Csak így finoman felpattanik, és akkor neked kell meghúzni. Ja, azt nézd meg, hogy ez hogy ki van egyensúlyozva, hogy én ezt egy ujjal ki tudom nyitni. A hely az mondjuk nem kicsi benne, ezt nevezzük kettő hullás csomagtartónak. És nem csak dumálunk ám, hogy hány hullás csomagtartó, hanem... El vagy tévedve. Elfelejted a dzsungel szabályait, ha így lekezelsz. Amúgy ez is meglepően kényelmes. Mi van ott? Szerszámkészlet, de komoly. És maradj egy retesz, nem tud kiesni. Milyen vezetni? Gyerekek, én vezettem már nagyon-nagyon sok autót. Ültem Rolls-Royce-ban, ültem Bentley-ben. Ez valami csoda. A legnagyobb hang, amit hallok, az a zászlót, ahogy csapkodja a szél. Direkt várj, csendesen veszek. Nincs futómű, nincs motorzaj, semmi. A futóműve olyan, mintha felhőkön lebegnél. Abszolút meg tudom érteni azokat az embereket, akiket ilyen autóból megvesznek egy 2008-2009-est, és nem sajnálják rá azt a, mit tudom én, 25 ezer dollárt, mert nem olcsók használtam sem. Amit ez ad! Bálna merci, sehol nincs. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy persze, tudom, sofőrös autó lévén ez annyira nem érdekes. Jaj, ez nem az index ablak törlőt kapcsoltam. Itt az index jobb oldal. Amikor az út szélére leállsz, és onnan vissza akarsz térni a forgalomba, nyilván ugye balra kell jönnöd, kicsit hátrány, amikor az igazgató úrnak a nagymama függönye el van húzva, nem annyira látsz ki, úgyhogy jól merezgetni kell a szemedet, hogy a csipkéken átlásd a forgalmat. Nyilván persze tudom, a sofőr kit érdekel, oldja meg ez a munkája. Én most tapasztaltam ezt először. Jogos a kérdés, milyen a tükör, hogy annyira elől van? Egy csoda! Egy csoda! Az, hogy annyira elől van mind a két tükör, belátja a teljes autót. Nincsen holtér, még az A-oszlopot is látom benne, mint a kamerákat néznék. Baromi jól be lehet látni az egész kocsit, mindent látok körülöttem is, másik oldalon is, ez a tükör is nagyon jó. Féltem tőle, hogy mi lesz, ha jobbkormányos autóval kell mennem. Vezettem én már jobbkormányos autót, de utoljára ilyen 98-ban még talán valami B.O. megállt, borzasztó volt. Utáltam, mert nem fért el a könyökem, mert ugye ez megszoktad, hogy itt elférsz a balkormányosnál. Nem fértem el, a bal oldalon volt a váltó, jó, az kéziváltós volt, de ezt az autót egy perc volt megszokni. Annyira kényelmes, annyira hangtalan. 45-tel megyek, és fogadjunk, hallod, amit mondok. És tudod, mi a furcsa? Az, hogy hiába van előttem, és tudom, hogy előttem van, egy 12 hengeres 5000 köbcentis motor, egyáltalán nincs meg bennem a késztetés, hogy hú, most ennek nyomkodjam a gázt, és kipróbáljam, hogy mit megy, nem érdekel. Olyan szinten élvezem az utat, és az autó teszi élvezhetővé, mert olyan a futóműve, olyan halk, olyan csendes, hogy egyszerűen nem akarsz más, csak siklani. Na lássuk! Finoman! Ráléptem a gázra, elindul, olyan szépen lassan belenyom az ülésbe. 12 hengerestől egy picit nagyobb teljesítményt várnál, de a kényelem, a
nyugalom, ahogy jár a motor, ahogy az egész autó működik, az mindent kárpótol. Lassan lemegy a nap. Annyira jóba lettünk, hogy nagyon nehezen engedem el. Az egyik legjobb autó, amiben valaha ültem. Köszönöm szépen a vurdon.hu-nak, hogy megnézhettem, kipróbáltam, természetesen a tulajdonosának is. Én nem mondom, hogy mindenki vegyen magának egy ilyet, de ha egyszer lehetősége adódik rá, mindenképp próbálja ki.